Na szavaztok srácként, kis vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóval, és ebben a mai videóban Bara itt van velem. Szevasztok! És ebben a mai videóban ő egy offert fog kapni minden egyes trükkért, amit én megadok neki, hogy teljesítsen, és hogyha sikerül neki, akkor kap egy offert, ugye? Easy lesz. És a srácok, hogyha még szeretnétek Barával a videót, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas egy lájkot, ugyanis mondjuk mennyi 5000 lájk után lesz a következő Barás videó, az rengeteg, de szerintem jó lesz. De térjünk is át a Stumble Guys-ra. Képzeljétek el, srácok, meg lett a 10.000 kupa itt a Stumble Guys-ba, vagy hogy mondjam, 10.000 ilyen trófea, szóval amúgy nagyon menő. És még mielőtt elmennénk trükközni, szerintem nyissunk, nem tudom, mondjuk legalább egy Lucky Wheel-t, meg abból a Smurf Falucious Wheel-ből még kéne nyitni egyet-egyet, aztán rátérhetünk a trükközésre. És wow, 5 gem, ki gondolta volna? Na de akkor szerintem most nyissunk egyet-egyet, na várjál, gyere, éni! Hoppá, jön az első az enyém, utána akkor te is nyitsz egyet, és utána akkor mehetünk át a trükkökre. Leginkább blogdessen fogom ugye a trükköket várni tőled. Kíváncsi leszek. Hát, easy. Grucci, vagy mi ez? Grucci. Na mindegy, nyissál te is egyet. Gyerünk. Hogyha nem nyitod ki a mitiket, szar vagy. Ja. Ma már egyszer sorsba úgyis kinyitottad elsőre. Hát most már ez úgyse lesz mitik. Legalább akkor... Hát, királyság, Lili, nem tudom, érdekes. Na mindegy, térjünk rá a lényegre. Na és srácok, itt is vagyunk a blogdashbe. Azt a rohadt, mi megújították Uncle Sam-et? Miért? Mi a szar? Én tudtam, hogy eddig... Eddig nem ilyen volt, nem? De. Mi? Nem volt eddig ilyen. Na mindegy, így amúgy sokkal menőbb ez a karakter, most már máshova raknám amúgy a rangsorolásba. Na de várjál, mert itt ez most arról fog szólni, hogy Barának mi az első trükk, amit meg kell csinálnia. Az első trükk pedig nem más, mint várjál, bemutatom. Ugye a labdás dupla falas átugrás menni fog, ezért mennyi nem egy... Mennyi próbám van? Hát igazából, várjál. Mennyi próbád van? Hát nem tudom, igazából felőlem próbálgathatod, ameddig szeretnéd. Viszont ezért egy kicsi offer jár, mert ez egy egyszerű trükk, és majd mondjuk a klácsért, meg ilyenekért sokkal nagyobb offer fog járni. Szóval, ja, nézzük meg, sikerülni fog-e? De. Bara, de nem szabad leesned. Dehogy. Jó, oké, és én fogok leesni mindjárt, figyeld meg. Na, gyerünk Bara, nyomjad! Hát elrontottam. Ez szar volt. Kíváncsi leszek, mikor tudod beadni. Addig én itt eljátszom, hogy beadom. Bara, mi van veled? Ez egy nagyon egyszerű trükk, ez a legegyszerűbb. Tudom. Ennél már csak nehezebb lesz. Sajnos. Hoppá! Nézd! Mi történik? Hát mi történik? Az, eddig hogy szar vagy. Konkrétan. Beadtad mindig, persze. Mikor? Itt meg ne próbáld. Leütlek, az számít. Na. Nézd, hoppá! Te voltál már itt fent? Hoppá! Nem voltál. Páparám. Na de gyerünk, ugorjad át. Várjál. Na, ebbe Istenem. Ebbe is lehet. Nézd. Hoppapapam. Így, de nem mindegy. Nem kockáztatom, majd én akkor meghalok, hogy jön. Komolyan mondom már, mit nem kockáztatsz te. Így, gyere. Bara. Ne! Komolyan ezt a trükköt nem tudod beadni? Mit engem ütögetsz? Te vagy az idióta, hogy nem bírod beadni a trükket? Én itt offert adok ezért, más emberek ezért sírnának, hogy adjak nekik. Azt vágod? Na mindegy, akkor térjünk át egy következő trükkre. Úgy látszik, ez Barának meghaladta a képességeit. Na itt is vagyunk a következő trükkel. Most akkor ugye a labdását azt már Bara elvesztette. Szóval a következő trükk, amit be kell adnia, az a falon való átbagolás. Ami szerintem jó, amúgy összességében nehezebb talán, amúgy mint a falon átugrás így nem tudom ugye labdával, de hát meglátjuk, aztán, ja, Bara ezért is ugye akkor kis offert kapsz, mert hát ugye az lenne a lényeg, hogy az első trükkér, amit beadsz, azért egy kisebb offert kapsz, a másodikért azért egy közepest, a harmadikért pedig egy nagyobbat, negyedik meg, hát meg... Átbagoltam. Nem bagoltál-e? Én nem láttam. Mi? Persze. Én nem láttam, miről beszélsz. Persze. Bara, ugrálj egy helybe? Nem fogsz esni. De, maradj egy helybe. De ember, ugráljál már. Úristen. Nem is kell kiespézni ezt az idiótát. Na jó, oké, kapod az első offert, Bara. Add ide a Tabimabi tabletet, vagy a kabletet. Kapnetet. Na és srácok, sikeresen meg is vettem, ahogy láthatjátok, ott van waiting-el megint. Remélhetőleg most oda is fogja neki adni. Ott is van purchase complete. És Bara kapott mennyit, nem tudom. 250.
250 gemet, ez ugye a legkisebb offer, amit tudtam neki adni, de ennél már csak nagyobbat fogsz kapni. Nézd, akkor most már meg is mutatom, hogy melyikek lesznek a következők. Szóval a következő, ezután az a 2150 gemes offer lesz, ott amit mutatok nektek, illetve utána bara választhatsz igazából 4000-ért, vagy ez, ami több gem, vagy pedig a Diamond Heart-os. Diamond Heart. Akkor pedig megkapod Diamond Heart-ot, illetve 2500 gemet. Persze, ha beadod a trükköt, amit mondok neked, már most jönnek a nehezebbek. Na itt is vagyunk, és hát Bara, most egy nagyon-nagyon nehéz trükk fog jönni számodra. Először is várj, választhatsz, hogy mi legyen, mert akkor max van egy plusz esélyed, így is úgy is meg kell majd csinálnod azért valamikor a klácsot, valamelyik részét. De még választhatod azt, hogy vagy a labirintust megpróbálod kitörni te, és túljutsz rajta, vagy pedig az oldalról klács. És mennyiszer próbáltam a labirintusot? Hát nem sokszor, mert nincs sok időm. Jó, megpróbálom a labirintusot. Amúgy 2x2 beadom a izét. Na Bara, itt az időd! Gyerünk! És? Hát igazából kitörted, mert át tovább jutottál. Hát GG, akkor megnyerted a következő offert is. Jaj, ne, gyerünk! Klacs! Bara, klacs! Jó, oké, ez most úgyse számított. Mindegy, veszem neked az offert, Bara, GG. És akkor már csak... te melyiket választod amúgy? Mit szeretnél utoljára? Középről vagy oldalról klácsolni? Tójára? Hát, ja. Az utolsó érközben, addig add ide, és akkor addig én megveszem neked a 2150 gemes offert, és ugye a klácssal valamelyikkel, amit majd kiválasztasz, azzal pedig megnyerheted a Captain Diamond Heart plusz 2500 gemet, ez neki az egyik kedvenc skinje, amúgy csak azért mondom, hogy nem tudom, ilyen nagyon komoly. Na, te ne ezen gondolkozz az, hogy melyiket akarod. Fixem oldalról. Oldalról, oké. Na és srácok, itt is vagyunk, purchase completed, kicsit retkes a kijelző, de majd szóljatok Barának, hashtag Bara mosd le a kijelzőt, nem amúgy egy hashtag ámen inkább, hogy láthatjátok már 3400 gemje van az öregnek. Na jó, tudod mit, akkor nyissunk már, melyik tetszik jobban? Spooky Wheel. Na gyerünk, Bara, nyit egy Spooky Wheel-t, mutatom nektek, és akkor mi is tudjuk onnan nézni, gyerünk, és utána én is nyitok egyet, hát ha meg lesz esetleg a speciál, vagy valami komolyabb, 25? Jó. Van, mellette volt. Jó. Na de várjál, most nyitok én egyet. Ez Bibliával, ebben nem lehet ugye telefonon. Mindegy, akkor is itt lesz a kezemben, miközben nyitok. Hashtag Amenspam mehet a chatre, meg kommentekben, meg mindenhova, srácok. És ezzel nem megszégyeníteni akarom nyilvánvalóan a Bibliát, se az egyházat. Én nagyon szeretem az egészet. Csak sokan ezt rossz néven veszik. És hát ez 10 darab creepy zombi, már elfelejtettem mutatni nektek. Hát, ez szubjektív. Na mindegy, mehet a következő trükk, és akkor oldalról klácsolnod kell. Ez hosszú idő lesz. Na és Bara, te már valaha klácsoltál be oldalról, vagy középről? Középről régebben kettőször. Viszont nem tudom, hogy változott meg, vagy csak bug volt. Viszont régebben nekem sokkal könnyebb volt középről, mert a kettő blokk magas, úgy értve falak, azok egyesével zuhantak le, most pedig egybe. Tehát, hogy... Ez nem minden, hogy ebbe van valami, ez szerintem csak beképzeled, de mindegy. Na és Bara, akkor itt az idő, it's time to shine. Várjál, előtte megpróbálom megmutatni, jó? Még először te csak figyelj. Beadom, figyelj, hogyha nekem én beadom elsőre, akkor te is beadod elsőre, jó? De mennyi nem? Én nem középről fogom, ja? Én se. Megfogod és bam, ennyi, klács. Így kell klácsolni, Bara. Na gyerünk, csinálod? Hát, egy blokknál még nem. Hát most ez nem tök mindegy, az teljesen mindegy. Na nem. Tessék, itt van. Biztos erre az oldalról akarod? Én rád bízom. Na gyerünk, nézzük! Ne. Mit csinálsz, ember? Nagyon rosszul csinálod, itt soha nem lesz meg. Miért nem nézted meg a top 10 blokkdes trükkök videót? Hm? Miért nem nézted meg? Abba van klácsos gyakorlós rész. Abba van! Na és itt is vagyunk, most egy újabb próbálkozás van. Most megint beadjam előtted, vagy most csak hagyjalak téged érvényesülni? Hagyj. Hagyjalak? Oké, és megpróbálod egyből? Osztorolt. Azt látod, hogy átbagoltam? Na megpróbálod? Na jó, várjál. Rossz helyen voltam. Hát de... Na. De ember. Na, nyomjad már. Amíg ez pont egy rossz hely, de... Nem baj. Mindegy. Hát ez nem volt egy jó klács, mert itt kiugrottál a lézerbe. Hát sajnálom, Bara! Nem tudok veled mit kezdeni, még próbálkozzál azért. Jó.
Na itt is vagyunk, bar a harmadik clutch próbálkozásán! És már úgy érzem magam, mint valamilyen futball kommentátor, hogy itt nem tudom, egy ilyen világ, nem tudom, méretű ilyen event következik. Na, bara, már csinálod? Egyből! De ember, hogy? 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 Tudod, itt 5 próbálkozásod van, abban 3-at már eljátszottál, még 2 darab van, srácok! 2! Na gyerünk, bara! Be kell dolgoznod, vagy különbe így úszon előtt a Diamond Heart képe. Ne, nem lesz meg a Diamond Heart! És amúgy innen is puszikát szeretnék mondani annak, aki ideadta a Tryhard skinemnek a Stumble Guys kártyáját. Ilyen való Stumble Guys kártya, nagyon-nagyon menő. Köszönöm szépen. És, ja, igazából ennyi. Na, bara, már nyomod? Egyből? Gyerünk! Kérlek, bara! 4 per 5! Pedig jó lett volna. Nem lett volna jó, beleugrottál a lézerbe, ember! Még csak az, hogy lecsúsztál, vagy bármi. Direkt Gold Heart-tal jöttem, hogy lásd, hogy valami Captain Heart, csak hogy ne a Diamond Heart, mert hogy ez a tiéd lesz, de... Egy próbálkozásod van hátra, bara. Egy! Na itt is vagyunk, bara, utolsó próbálkozásában. Hát most hát tényleg nem mereld meg magadat, és ja, igazából ezek után még lesz egy olyan, hogy menjünk egy kört, és abban én megpróbálom az összes trükköt egy körön belül beadni. És ja, akkor hogyha mizén beadom, akkor neked kell vennem egy offert. Vagy az így ér. Bara. Micsoda? Hogy veszel nekem egy offert, hogyha beadom az összes trükköt egy körbe? Nem. Na szép, mindegy, attól függetlenül még játszhatunk ilyet, kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudom még a trükköket. Na, bara! Mit csinálsz? Még... Klatsz a lényeg! Nem SP-zál ki. Dehogy nem. Akkor nem is elmegy ez az egy vizéd lehetőséged. De várjál! Nem látom! Jó! Na, megint! Olyan közel voltál, de mégse! Aj, bara! Ez pedig közel volt. Hát ez tényleg közel volt. Na! Hát sajnálom, pedig esküszöbben meg akartam volna neked venni a Diamond Heart-ot, de nem baj, majd egy következő videóba abból úgy is tudsz majd még nyerni offert. Na de most szerintem akkor megpróbálom én beadni az összes trükköt a Tryhard skinemmel. Na srácok, most akkor nekem jön a köröm, bár én úgyse offerért csinálom, csak kíváncsi vagyok, hogy miket tudok beadni, na várjál. Akkor mivel kellett kezdeni? A labdával, nem? Igen. Hoppá, na elsőre nem. Jó, oké, de nem haltam meg, az a lényeg. Na várjál. Jöjjön már valami jó. Jó, hát most az első évben nehéz. Na jó, van, ne villámozzál már. Így és ennyi. Itt vagyok fent. Ezt már beszámítjuk, nem? Ja. Szerintem bőven. És akkor jöhet a falon átbágolás, az SP, meg a minden. Na gyerünk. Vara, ugrálj már egy helybe. Ja, jó. Ugrálj egy helybe. És érted? Direkt nem úgy ugrik, annyira izé vagy. Na, ugráljál már. Oké, megvolt az SP. Gyere bara gyorsan, kérlek. Ne legyél hülye. Oké, nem is vagy hülye, egész okés. Na jó van, és falon átbag... Mi? Ember! Egyből beadok mindent. Várjál, dupla falon átbagolás, az nem. Na jó. Ember! Na srácok, ebbe a körbe pedig az összes ilyen, hogy mondjam, egy blokk vastag falat, azt át fogom klácsolni, és számolni fogjuk, hogy meddig tudok elmenni. Lehet, hogy most ilyen nagyon nagy képű vagyok, aztán az elsőnél már elrontom. Vagy a másodiknál. Fogalmam sincs, meglátjuk, annyi a lényeg, hogy az ilyen dupla vastag falakat nyilván nem fogom. Hát, de kíváncsi leszek. Na itt is vagyunk, srácok. Hát jó, barata, igazából mennyi játszani, én pedig oldom meg a dolgokat, aztán, ja. Na várjál, én erről az oldalról akarok klatcholni. Jó, oké, ezt az elsőt, ezt nem számolom bele, hogy egyáltalán klatcs lett volna, vagy hogy nem lett volna. Na nézzük. Tápa-rá-bám. Nekem azért... Egy. Oké, és mi van? Nekem azért könnyebb jobb oldalra, mert jobb kezes vagyok is. Hogyha nem pofáznál hoznám, egyszerűbb lenne. Jó, oké, még egy esélyt kérek. Na itt vagyok az utolsó lehetőségemnél, és akkor most megkértem barát, hogy fogja be a pofáját, és ne beszéljen hozzám, mert így nehéz, és amúgy rájöttem, hogy amúgy tényleg nem az első a legnehezebb, hanem igazából a második. Mert az első az még oké, szerintem az most is. Itt van, oké, ezt beadtam. Bara, ne legyél idő. Ne! Hogy lehetsz ennyire hülye? Kettő vév. Oké, srácok, oké. Akkor most nem lesz only clutch. Na szóval, köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Itt volt velem Bara, aki
2 V-ig jutott el, 2 V a rekordja. Gyerünk, Bara, mondj valamit a nézőknek. Az, hogy világrekordot döntöttem az a V2. A világrekordot döntéttel az idiótasággal. Na jó, szavaztok, srácok. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében áldok mindenkit, srácok. Bara, te is áldasz mindenkit, ugye? Gyerünk! Hashtag Amenspen mehet, srácok, legyen egy tökéletes napotok, és a családotoknak, és az összes nézőnek, és mindenkinek. Opa, pont eltakarja a mikrofon a fejemet. Mindenkinek egy csodálatos napot kívánok. Jézus Krisztus nevében. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.